Atenor az egyik legnagyobb ingatlan fejlesztő. Innovatív A+ kategóriás, zöld környezetben lévő épületei vonzzák a bérlőket. A 8. kerületi Arena Business Campus első és a 13. kerületi Váci Greens Iroda Komplexum utolsó két épülete 2020-ban kerül átadásra. Az Atenor irodaházai a legmodernebbek és legzöldebbek. A lakásvásár támogatója a Hungest Hotel szállodalánc. Ez a lakásvásárra hatós csatornán szeretettel köszöntöm Önöket. A mai műsor különlegesen izgalmas dolgokat ígér. Először is beszélgetünk a bérlakásokról, aztán olyan jogi tanácsokat adunk, amelyek arra vonatkoznak, hogy milyen rejtett hibák lehetségesek, illetve a rejtett hibákon kívül mire kell figyelnünk a szerződésekben. És a műsor végére tartogatunk egy nagyon izgalmas, szellemes beszélgetést, úgyhogy mindenképpen nézzék végig ezt a 25 percet. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Kárpáti Józsefet, az Évosz 200 tagozatának frissen újjá választott elnökét. Szervusz, Jóska! Köszönöm szépen, szervusz Laci, és köszöntöm a nézőket is. Gratulálok szeretettel az újjá választásokhoz. Köszönöm. Hétvégén volt a közgyűlésünk, és hát egy éves programot is alkottunk, és többek között tisztújító választás is volt, és ismét engem választottak meg egyhangulag, habár már nagyon szeretném, hogy a fiatalok jönnének föl, és új szakemberek tűnnének föl a palettának. Tehát kiváló szakemberek vannak egyébként ebben a tagozatban. Rengetegen vannak, láttam. De a munkájukkal el vannak foglalva, tehát kivitelezők, gyártók. Hát hála Istennek, most nem érnek rá szövetségesdik játszani. Így van, úgyhogy ez rám hárul ez a feladat, hogy vigyem ezt a szövetséget és csináljam a munkáját. Na beszéljünk akkor arról, hogy ugye mind a kettőnknek kedvenc témája a bérlakás, és az utóbbi időben felpörögtek az események, vagy legalábbis szóban felpörögtek. Ugye Matolcsi úrnak az első írása váltott, aki néhány héttel ezelőtt a lavinát, ami most már úgy néz ki, hogy kezd elég szépen görögni. Ugye azt mondta, hogy hát egyrészt a lakáspolitikájával nem nagyon elégedett a kormánynak, ebben van is ráció, azt gondolom, nincs igazán kiélelt lakáspolitika, ugyanakkor a bérlakás mint olyan nem jelenik meg, tehát ezt is hiányolta ugye Matolcsi György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Erre elindult egy folyamat, amire részben a szakma is beszállt és hozta a különböző jobb-nagyobb ötleteket, amiket egyébként már régóta, évtizedek óta mond a szakma, és mondunk, és úgy néz ki, hogy a főváros is elkezdett ezzel foglalkozni, és a kerületek is. Tehát éppen a 15. kerület a napokban jelentette be, hogy indít egy félmilliárdos bérlakásprogramot. Na, szóval hogy állunk akkor ez a bérlakás kérdése? Én annak nagyon örülök, szerintem te is, miután régóta dolgozunk ebben a mezőnyben, hogy egyáltalán szó van róla. Innen már csak egy lépés, hogy valami történjen is. Hát az első lépésnek annak kellene lenni, hogy egy koncepciót kellene kialakítani. Ugye Európában számtalan konstrukció van, hogy hogyan működik a bérlakás program. Nálunk, ami a legnagyobb probléma, ugye a rendszerváltáskor 90 után azt mondtuk, hogy az állam kivonul a lakásépítésből, nem az állam feladata, mert előtte ugye 50 meg 100 ezer lakás is épült éves szinten. A panelkorszakban ugye 100 ezer volt. 115 ezer volt, azt hiszem a legtöbb, ami egy évben épült, mint bérlakás. Most csak 20 ezer volt a baj, ami már jó ahhoz képest, ami a válság idején 7 ezer, 6 ezer, 900 valamennyi, tehát az egy szörnyű alacsony létszám volt, az első világháborúban is több lakás épült egy év alatt. Tehát nem lett megalkotva a bérlakás program. Én saját magam se értettem gyakorlatilag még 90 után azt, hogy is kell ennek a dolognak működni, mert magyarokban, de nagyon sok minden másokban is, de főleg a kelet-európai népekben az van benne, hogy nekem tulajdont kell szerezni, és most is ugye jelenleg még ez a program. Hát akkor ebbe az irányba megy, így van, hogy tulajdont szerezni. Kell biztosítani az emberek és, számára. És bocsánat, és a piaci bérlakás az természetesen működik. Az működik. De a szociális közösségi nem. Az nem egyáltalán. Amivel én szembesültem és rettentően meglepődtem kezdő koromban, amikor még a Vincenkel osztrák cégnél dolgoztam, aki már azóta sajnos kivonult a piacról. Egy Németországban élő magyar jött, hogy akkor építsünk neki egy családi házat. És nem lehetne bérelni? Bérelni? Miért akarja bérelni?
Szerintem miért ne bérelni? Hát miért hagyjak maguknál annyi pénzt? Hát mondom, azért, mert lesz egy háza. Nem vagytok normálisak. Hát csomó pénzt oda tettek, fölépítettek valamit, egy olyan valamit, ami nem pénzt hoz, hanem pénzt visz. Okosan gondolkoztok, akkor béreltek lakást, és megmarad a pénzed, és azt befekteted, azzal kereskedsz, még ha csak bambarakod, akkor magasabbak voltak a kamatok is. Egyébként nagyon érdekes, amit mondasz, mert ugye a mostani legfiatalabb korosztály, mert már munkaképes, tehát a 20 évesek már így gondolkodnak. Ők már nem tulajdont akarnak, se autóban, se, ugye most ezeket a bérelt kocsikat használják, a bérelt rollereket használják, és ugye a bérelt lakásokat használják. Mert... És ez miért is van? Azért, mert ugye a jelenlegi jövedelméből, ha bérel valamit, töredék pénzekkel meg tudod teremteni ezt a magasabb életszínvonalat, mint amikor 15-20 évig spórolgatsz, hitelt veszel fel, törlezgetsz, és tulajdont szerzel magadnak. Viszont a másik oldal meg azt mondja, főleg az idősebbek, hogy ez kidobott pénz. Igen, pontosan. Tehát a mi gondolkodásunk már lehet, hogy nem fog megváltozni, mert azt mondjuk, hogy biztos az, hogyha van egy lakás, az az enyém, abból nem fognak kirakni, az az én tulajdonom. De az tehát új generációnak az már bérlakásra van szüksége. Így van, ő már nem akar. Mi több, nem csak piaci bérlakásra, hanem van egy olyan réteg, és itt nem csak a fiatalok, akiknek szociálisan szükség van arra, mert nem tudnak annyit keresni, vagy bármilyen oknál fogva. Itt egy életmodell pályát kéne lerajzolni, a fiataltat idősig, és egy rugalmas lehetőséget megadni, hogy kezdve a szociális bérlakástól, majd piaci bérlakás tulajdon, majd vissza a piaci és a szociális. Az államnak és az önkormányzatnak valahol itt lenne igazából szerepe, és az én gyenge közgazdasági ismeretem alapján is én úgy gondolom, hogy egy lakbér támogatás sokkal kisebb teher lenne az ország számára, mint egyes embereknek egy alkalommal 10-20 millió forintot odaadni, hogy akkor építkezzé, ami egyébként nem elegendő egy családi ház felépítésére, amihez még további kölcsönöket vesznek fel, és innentől kezdve úgy le lesznek terhelve, hogy nem tudnak rendesen megélni. Nyilván értem én a kormányt, amikor azt mondja, hogy tulajdont akar, persze, mert ugye építeni kell, az építés pedig ugye a GDP-hez való hozzájárulás is, adó igen is, tehát itt azért nagyon sok minden visszajön, tehát értem én ezt, de azért van egy szociális meg a másik szempont ugye, hogy elsősorban középréteget azért földhöz kötni, és nehogy kimenjen, ne távozzon, ami természetesen igen szintén egy érthető logikai szándék. Te jól ismered az osztrák és német példát. Mondjuk Ausztriában mi a jellemző? Hogy működik ez? Tehát, mert most azért is érdekes, hogy a budapesti önkormányzat gondolkodik szintén az osztrák példa, a bécsi példát ültetésében. Tehát amit tudni kell a bérlakás programról általában Európában mindenhol, de Ausztriában is. Legfontosabb az, hogy minden szereplőnek meghatározni a feladatát, a kötelezettségeit, hogy ez hogyan tud működni. Tehát ezt a befektetőnek is, hogy ő mit építhet, hogy építhet, az hogyan tudja működtetni. Miért szedhető pénzt, különböző részeke, de meg van szabályozva a bérlőnek a joga is. Tehát ott nincs az, mint nálunk, hogyha nem fizetek, akkor birtokon belül vagyok, és nem lehet kirakni évekig se. Itt akár át is tudod húzni magad a tulajdonosba, igen? Így van. Tehát nagyon rossz a jelenlegi jogszabály, tehát ezt mindenképpen meg kell változtatni. Ugyanakkor a tulajdonos... Hozzá is akartak nyúlni egyébként ehhez, csak még csúszik. Persze, csak csúszik ez a dolog, igen, de ezt az egészet azt nem tudom, hogy 90-től mindenki nekifogott, mindegyik igen kormány, igen, és senki nem jutott a végére gyakorlatilag. Tehát a befektetőnek, aki akár kulturális intézmény is lehet, meg vállalat is, meg egy befektetési alap is. Tehát igen, bankok, biztosítók voltak a befektetők. Ott sok pénz képződik, és akkor ingatlanba fektették be, és folyamatosan szaporodott tovább a pénzük. Tehát most is lehet ilyen, és működik is az Ausztriában, és viszont, hogyha szociális bérlakásról van szó, akkor ott vagy az állam, vagy az önkormányzat az, aki adja a támogatást, a különbözetet a tulajdonosnak, aki bérbe adja a lakást. Tehát indul a bérlakás program, a szociális bérlakás 6 euró per négyzetméter bérleti díjtól, a piac ezzel szemben 30-40 euró környékén van. Ott a lakosoknak szintén be kell jelentkezni, igényelni kell, és a szociális helyzetétől függően határozzák meg, hogy ki mikor következik, mikor kerül rá sor, és megvan az ő jövedelmének megfelelő minőségű lakás Bécs megfelelő kerületébe, amit ő kinézhet magának és bérelhet. Most így Bécsbe igazából
olyan emberekkel, akik nem tudnak lakáshoz jutni, még ha bevándorlók is, nem igen lehet találkozni. Tehát aki lakni akar. Tehát ez a program egy része. Másrészt vannak olyan területek, az Éstatról már többször beszélgettünk, 24 emeletes házról is többek között, ott 30 ezer ember fog lakni, 9-10 év múlva fejeződik be a program, egy több mint 20 éves építkezési program. Ott is van bérlakás program, egyrészt bankok, egyrészt befektetők, egyrészt magánemberek beruházásként építhetnek megfelelő szabályok és keretek között. És ez is pénzt ad az államnak egyébként, mert építésről van szó. Jóska, innen folytatjuk legközelebb, egy egész műsor szentelünk majd ennek, mert azt gondolom megéri. Biztosan, köszönöm szépen. Most is dobtuk a labdát, köszönöm szépen Jóska. Minden jó. Folytatjuk a műsort, méghozzá jogi tanácsokkal, a rejtett hibákról beszélgetünk. Dr. Elsősi Krisztina ügyvéd a vendégem, kezét csokolom. Jó napot kívánok, üdvözlöm a nézőket. Arról beszélgetünk, ahogy már ígértem az imént, hogy mik a rejtett hibák, mi az, hogy rejtett hiba, milyen szavatosság vállalható, mire kell vigyázni a szerződések megkötésekor, amikor tudunk róla, vagy nem tudunk róla, hogy létezik hiba. Na kezdjük innen, hogy amikor megtekintünk egy ingatlant, mondjuk nem árt ügyvédet vinni magunkkal, ugye ez az alap, már sokat segít, meg is állapodunk gyakorlatilag, meg is tekintettük az ingatlant, és aláírjuk azt a szerződést, vagy alá akarjuk írni, hogy megtekintett állapotban. Igen ám, csak hogy menet közben lehet, hogy kiderül az, hogy ugye megtekintettem, de hát olyan hibák kerültek elő, amikről én akkor nem tudtam. Na mi van ilyenkor? Milyen hibák lehettek ezek egyébként? Hát ugye, amikor az ingatlant megtekintjük, akkor érdemes minél több információt beszerezni az eladótól. Én általában azt szoktam javasolni az ügyfeleknek, hogy ne egyedül menjenek, tehát legyen valaki velük. Valaki szakember, vagy családtag? Akár is. Többször többet lát. Igen, tehát például mondjuk egy családi háznál érdemes akár szakembert vinni, hogy mondjuk a tetőszerkezet, a szigetelés. Statikus. Igen, hogy azok megfelelőek-e. Illetve akár fényképfelvételeket is érdemes ilyenkor készíteni, mert ahogy az imént ön is elmondta, az, hogyha a szerződésben csak annyit írunk le, hogy megtekintett állapot, akkor ez nem biztos, hogy mindenkinek ugyanazt fogja jelenteni. Nagyon érdekes, hogy amikor én az ügyfeleket meg szoktam kérdezni, hogy az ingatlan állapotával kapcsolatban kívánnak-e bármit rögzíteni a szerződésben, akkor értetlenkednek, és azt mondják, hogy hát a megtekintett állapot. És akkor én erre szoktam mondani nekik, hogy hát az odaig rendben van, hogy most önök nagy valószínűség szerint ugyanazt tekintik megtekintett állapotnak, viszont hogyha egy hónapokkal későbbi birtokbaadásról beszélünk, és akkor fog erre sor kerülni, akkor már elképzelhető, hogy adódhatnak eltérések, mondjuk akár az emlékezet okán is. Például abban az esetben, hogyha mondjuk másnap megtörténik az átadás átvétel, igen, akkor ez nem okoz gondot. Nem. Gondot az okozhat, hogyha én nem néztem meg mondjuk a lakást, Töviről-hegyire, igen, és kiderül, hogy nem egy vízcső repedés, mert ugye az egy vízmajor, de mik azok a pontok, amik ezek a rejtett hibákat tartalmaznak? Hát itt különbséget kell tenni a között, hogy most a vevő nem volt elég alapos, és egy olyan hibáról, vagy egy olyan problémáról beszélünk, ami egyébként egy szemrevételezéssel észlelhető lett volna akkor, amikor az ingatlant megtekintettük még a szerződés megkötését megelőzően. Például a nyilázárok állapota, ugye? Akár. Hogy nem szelel, így például, van, ugye? Mert műanyag frissen készített, vagy az a régi fa. Igen. De például mondjuk egy szigetelési hiba, ami mondjuk későbbiek során okozhat problémát, mert mondjuk penészesedés alakul ki, vagy vizesedik az ingatlan, Az például egy olyan körülmény lehet, amit nem biztos, hogy mindig látunk. Ennek oka lehet az is, mert mondjuk egy száraz, nyári hónapban tekintjük meg az ingatlant, és akkor ki van száradva. Praktikus akkor egyébként eladni a lakást. Igen, legalábbis eladói oldalra mindenféleképpen. Sőt, hát sajnos én már peres tapasztalatban találkoztam olyannal is, hogy ugye úgymond kikozmetikázzák a lakást annak érdekében, hogy bizonyos hibákat elfedjenek, és mondjuk egy beázás, egy penészesedés azért egy tisztasági festéssel eltüntethető. Mit lehet ilyenkor csinálni, bocsánat?
Tehát, hogy azt én nem tudom lekaparni, vagy bután néz ki, hogyha lekaparom a falat, és megnézem, hát én... hogy megkopogtad, mit csinálok ilyenkor? Mármint, hogy érted, hogy mikor? Hogy tudom kivédeni azt, hogy ha lefestik mondjuk a penészesedést, vagy a beázást, mit lehet ilyenkor csinálni? Hát semmit, az nem? Az igazság, hogy ebben az esetben nagyon semmit nem tud tenni a vevő, legalábbis a szerződés megkötését megelőzően. Hogyha ez utólagosan jelentkezik, akkor mindenféleképpen dokumentálni kell, és azonnal értesíteni az eladót. Ezt ugye jogszabály elő is írja, hogy minél hamarabb tájékoztatni kell az eladót ezekről a körülményekről. Ugye ő vállal egyfajta szabatosságot a lakásért. Így van. Az eladó, azt hiszem 5 évre, ha jól tudom. Ingatlan esetében igen, 5 éves ez az elévülési igen. idő. Mi van abban az esetben, hogyha ez előfordul, akkor mi történik? Mondjuk ügyvédhez fordulnak, hogyha nem tudnak megállapodni, meg tudnak állapodni, az a szerencsés eset, ugye? Mert akkor bevallja esetleg utólag a tulajdonos, hogy hát igen, ez lehet, hogy tényleg akkor állt be még, amikor az enyém volt a lakás. Előfordul ilyen, hogy valaki utólag bevallja? Az én praxisomban még nem fordult elő ilyen, de nagy valószínűség szerint azért, mert hogy pont az olyan problémás ügyek jutnak már el hozzám, ahol sajnos peren kívül nem tudtak megállapodni az ügyfelek. De hogyha valaki ügyvédet bíz meg, én azt gondolom, hogy a kollégák nagy része abba az irányba próbálja megterelgetni az ügyfeleket, hogy azért próbáljunk meg megegyezésre törekedni, ugyanis egy peres eljárás hosszadalmas, költséges, tehát mindanyagilag, én úgy gondolom, hogy érzelmileg is megterhelő az ügyfelek számára. Tehát, hogy ha egy mód van rá, akkor ezt elkerüljük. Mi lehet ilyenkor megoldás? Tehát, hogyha eljutunk perre, akkor mi lehet a végeredmény? Ki nyer? Eladó vagy a vevő? Az ügyvéd mindenképpen, de... Én azt gondolom, hogyha már ideig eljutunk, akkor adott esetben az is elképzelhető, hogy senki sem fog nyerni, hiszen évekig tart egy pereskedés, és nagyon sok pénzbe kerültett szakértő kirendelés, stb. De ez nyilván az adott esettől függ, hogy most éppen az eladó vagy a vevő lesz a perben a pernyertes. Általában ilyenkor mi a gyakorlat? Tehát ki az, aki, mondjuk ha végső soron egy győztes kell hirdetni, akkor ki fogja ezt megnyerni? Minek minősül ez? Rejtett hibának minősül-e? Ami ugye a perben valószínűleg nem az eladó vétke, hiszen ő sem tudott róla, de erről például egy ilyen esetben ő tudott. Hát én külön választanám akkor azt az esetet, hogyha az eladó sem tudott arról a körülményről, akkor nyilván ott hiába van egy adott esetben egy klasszikus értelembe vett rejtett hiba, arról nem is tudta volna tájékoztatni a vevőt. Tehát itt a rejtett hiba akkor áll fönn, hogyha egyébként ezzel maga az eladó is tisztában van, és nem adta meg a kellő tájékoztatást. Ez a vevő, vagy az eladó felelőssége? A másik esetben pedig nincs felelőssége az eladónak, ugye? Hiszen nem tudott róla ő sem. Igen. És ilyenkor az ingatlan közvetítőnek sincs, ha hát az ingatlan közvetítő az ugye itt maximum ebben az eljárásban mondjuk, ha peres eljárásról beszélünk, akkor tanúként szerepelhet, mert mondjuk ő volt az, aki akár többször bemutatta a vevőjelöltnek az ingatlant, és ő hallhatta azt, hogy milyen tájékoztatás hangzik el az eladói oldalról, milyen megtekintés zajlott, tehát ő ilyen szempontból felelősség az ő oldalán, én azt gondolom, hogy nem merül fel, hanem ő tanúként fog részt venni az eljárásban. A rejtett hiba ugye azért rejtett hiba, mert nem tudunk róla, egyik fél sem tud róla. Igen. A másik az eltitkolt hiba. Ugye, amiről beszéltünk, ebben az esetben viszont az eladót mindenképpen felelősség terheli, még egy per során is. Kártérítéssel lehet élni ilyenkor? Hát itt nem kártérítésről beszélünk elsőlegesen, hanem ugye a... Már kár is érte? Polgári törvénykönyv, de én külön választanám, tehát polgári törvénykönyv ugye felsorolja azokat az eseteket, amiket választani lehet ebben a helyzetben. Tehát elsődlegesen ugye kijavítást vagy kicserélést lehet kérni. Ugye egy lakás vagy egy ház vásárlása esetén a kicserélés azért az egy lehetetlen kategóriának minősül ebben az esetben. Így van. Tehát itt maximum másokörben ugye a javítás jöhet szóba, és hogyha ez lehetséges, akkor itt javítási költség megtérítéséről beszélhetünk.
Hogyha a javítás valamilyen oknál fogva nem lehetséges, mert mondjuk tényleg olyan hiba, amit nem lehet kijavítani, vagy nem vállalja az eladó záros határidőn belül, akkor adott esetben álleszállítást is lehet kérni, tehát meg kell nézni, hogy az az ingatlan az adásvételi szerződés szerint mennyit értett, mennyi volt a forgalmi értéke, és egy igazságügyi szakértő megállapítja, hogy ezzel a rejtett hibával mennyit ér valóban az ingatlan, és a kettő különbözete lesz az álleszállítás, amit kaphat, megkaphat a vevő egy nyertes per esetén. Kártérítésről is beszélhetünk, de az nem klasszikus értelemben a szavatossági, tehát a hibához, magához a hibához, hanem a maximum a hiba érvényesítéséhez, vagy a hibával kapcsolatos jog érvényesítéséhez kapcsolódhat. Milyen furadó, mert a fejemben az jár már, hogy ön után következik egy mágus, aki a lakásokkal is foglalkozik, és tőle valószínűleg megkérdem majd azt, hogy ugye itt rejtett hibákról beszéltünk, hogyha esetleg olyan szellemek vannak bent, a rossz szellemek a lakásban, vagy esetleg egy adásvételben is, vagy esetleg egy halott emberé volt a lakás, ugye ennek a rezgése hogy alakul, de ez már nem ügyvédi feladat, ugye? Nem, mert ugye a szavatosságra akkor beszéltünk, hogyha a szerződésnek vagy jogszabályban rögzített minőségi kritériumoknak nem felel meg az adott ingatlan. Én nem tudok olyan jogszabályról, ami mondjuk ilyen energiaszinttel kapcsolatos kívánalmakat előírna. Tehát, hogy egyszerűen majd még belekerül a jogszabályokba, úgyhogy figyeljék a következő beszélgetés mindenképpen. Krisztina, nagyon szépen köszönöm. Várom szeretettel következő alkalommal is. Köszönöm a meghívást. Köszönöm szépen. Akkor tartsak velem, továbbiakban is jön egy igazi boszorkány, egy mágus, aki a lakásokról beszél majd. Pici meglepetéssel szolgálunk így a műsor végére, a lakásvásárban még nem volt boszorkány, főpap vagy mágus, Iszettet köszöntöm szeretettel, kezét csókolom. Onnan ismerhető egyébként, hogy a hatos csatornával a Mindennapi Mágia című műsor és ennek a műsorvezetője, illetve egy személyes Pumen show-t csinál. Ugye arról beszélgetünk, és ugye erről nem volt még szó, a műsor első részében beszélgettünk a rejtett hibákról, hogy egy lakásban mire kell figyelni. Most előfordul nem egyszer, hogy kiderül menet közben, vagy csak utólag, jobb menet közben, hogy esetleg halott volt a lakásban, ott halt meg valaki, ne adj Isten, még öngyilkos is lett, vagy más esetek is előfordulnak. Na, mit lehet ilyenkor kezdeni? És most nem a racionális énünket veszük elő, ugye, hanem egy igen, picit más, a spirituális. Hogy van ez Iszett? Hát valóban, amikor mondjuk, ha ott hal meg valaki, vagy esetleg elátkozzák azt az ingatlant, mert elvette mondjuk a hivatalok, most nem menjünk bele, én nem szeretnék semmi olyanba belemenni, tehát elveszítette az ingatlanját, fájdalom tartozik ahhoz a házhoz, elárverezték, meghalt ott valaki, örökségi vita van benne az ingatlanokban. Na most ezek által, ezek az ingatlanok hordozzák a rezgéseikben, ugye minden energia, ugye ezt nagyon jól tudjuk. Tehát a tégla, a fal, minden megtartja azt a rezgést. Na most ezáltal nehezebb eladni egy ingatlant, de nehezebb, úgymond, ha meg el is adták, aki ott él, annak elkezd az élete egy kicsit lefelé tendálni. Tehát nem is tud róla. Pontosan. De, mert valaki tud, ahogy említettem, aki tud róla. Így van, de valamelyik nem tud róla, hogy abban a lakásban mi történt. Volt ilyen példa a precedens évben? Számtalanszor volt már olyan, hogy nem volt tudomás az illetőnek. Egyik napról a másikra hirtelen betegség, fáradékonyság. A fáradékonyság nagyon jellemző. Tehát akadályok, mondjuk akar egy vízvezetékszerelőt hívni. Most ne arra jussunk, hogy most milyen nehéz mondjuk egy jó szakember találni. Most nézzük azt a példát, ugye vegyük azt, hogy könnyen. De pont nem ér rá, pont nem jó. Mindig folyamatosan tönkre megy valami az ingatlanba, hiába megfelelő. Ilyenkor azt mondják önök, hogy átokül a házon, lakáson, vagy a házon? Vagy átok, vagy annak a
háznak a rezgései annyi negativitással terítődött, ami megakadályozza a pozitívat. Tehát az erő is, ugye az energia is, ugye a pozitív is, meg a negatív is, az egy energia. Világos. Mit lehet ilyenkor tenni? Ön mit javasol, hogy ez se ingatlan közvetítő, se joggász, senki nem tudja kezelni ezt a dolgot. Ezt nem... tudja kezelni, mert akkor lehet esők megvenni. Így van, keresse másikat. Igen, igen. Nyilván. Tehát én a legelső sorban azt szoktam, hogyha nagyon kinéznek egy ingatlant, és minden áron meg szeretnék, mert tetszik, akkor most ez nem haza akarok beszélni, de igenis, amikor komolyan keresenek egy szakembert, de ha nem hisz abban, hogy szakemberben vagy bármi, vagy nagyon szkeptikus, akkor, vagy olyan értelemben, inkább elmegy a templomban, vagy hisz az univerzumban, akkor kérjen útmutatás segítséget, hogy mindenképpen hogyan tudja megtisztítani. De ha már megvette, akár egy gyertya, szentelt gyertyába, templomba bemegy, nem kerül sokba, megtisztítja. A kisebb negatív rezgések ellen ez tökéletes. Előfordul a praxisában gyakran, hogy ilyennel keresik meg? Hogy lakást akar valaki vásárolni, vagy házat? És hogy... Sőt, ingatlanosokkal már van olyan ingatlan iroda, aki fölkeres azzal, hogy most miért nem tudnak eladni évek óta mondjuk egy ingatlant. De például a tavalyi évben is volt olyan ingatlan, amik itt, tehát már évek óta árulták. És nem azért, mert magasan volt az ára? Nem. Aha. Drágában mi derült ki? Egyszerűen negatív volt a rezgés. Ott például az egyiknél, ez nagyon érdekes volt, ott nagyon-nagyon kötötte az ebet a karóhoz, úgymond a férfi oldal. Tehát nem akarta eladni a bácsi, mert ugye, hát ő rakta a követ, meg mit tudom én, tehát nagyon erőteljesen, és annyira visszahúzta energetikailag, hogy ezáltal gátolta annak a sikerét. Meg lett tisztítva, föl lett szentelve, 2 héten belül ment el egy olyan ingatlan, amit több 10 milliósról beszélünk. Előfordul ilyen gyakrabban egyébként? Az, hogy fölkeresnek, az kevés. Tehát azt mondom, hogy előfordul, tehát nem azt mondom, hogy sűrűn. Én inkább azt mondanám, hogy ingatlanos iroda, tehát akik ingatlannal foglalkoznak eladással, azok megkeresnek, és már mielőtt úgymond meghirdetve lenne, vagy bármi egyéb, akkor tudunk olyan segítséget tudok nyújtani, hogy mi az, amivel könnyen el lehessen adni, és meg is tört. De fontos, hogy itt is az, hogy oké, hogy eladják könnyen, de boldog legyen, aki megveszi benne. Mert én azt soha nem hagyom ki. És ebben tud segíteni esetleg? Így van, de ha valaki nem akar senkihez elmenni, mielőtt el akarja adni az ingatlanját, vagy akar vásárolni, ha hisz a bármiben, ha nem hisz, nem fog vele veszíteni semmit, ha egy fehér gyertyát meggyújt, kérje az őrangyalát, az univerzumot, adják meg a segítséget, és meg fogja kapni, hogy merre, hogyan. Ugye mi azt szoktuk mondani a műsorban, hogy mielőtt megvásárolnak egy ingatlant, egy lakást, keressék meg az ügyvédjüket, vagy keressék egy jó jogászt, keressék egy jó statikust. Hát most akkor mondhatjuk azt, hogy keressék egy jó boszit is. Igen, egy jó spirituális szakembert. Hiszen nagyon szépen köszönöm. Folytassuk köszönöm. Esetleg, szerintem még örömmel tudunk érdekes szépen. Dolgokat mondani. Ilyen oldalról is köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen. És további jó munkát kívánok a másik műsorban. Önöknek köszönöm a figyelmet, találkozunk lakásvásárral 1 hét múlva. A viszontlátásra. Atenor az egyik legnagyobb ingatlan fejlesztő. Innovatív A+ kategóriás, zöld környezetben lévő épületei vonzzák a bérlőket. A 8. kerületi Arena Business Campus első és a 13. kerületi Váci Greens irodakomplexum utolsó 2 épülete 2020-ban kerül átadásra. Az Atenor irodaházai a legmodernebbek és legzöldebbek. A lakásvásár támogatója a Hungest Hotels szállodalánc.